A kísérlet meglepő és kiegészítő információk nélkül nehezen értelmezhető. Amit látunk, egy zömök palackban folyadék van, amelyből forralással eltávolítottuk a levegőt. Így csak víz és vízgőz található benne. A palackot lezáró kupakot a biztos mozgású gyakorlott kísérletező gyors, erős ütésekkel döngeti. Az ütés hatására a folyadékban buborékok keletkeznek, és omlanak össze, a folyadék kémiailag víz, még csak nem is nehéz víz. Azonban hiába próbálkozunk a legtisztább csapvízzel, és ütünk hatalmasakat a zárókupakra, nem leszünk képesek a felvételen látott jelenséget reprodukálni. A buborékok összeomlásakor lökéshullámok hullámok keletkeznek. A kísérlet végén ezek szakítják le az üveg alját.